Sziasztok, én Zamberi Ákos vagyok, és a mai részben, ha láttátok ezt az autót, hogy 30 ezer forintért vettem, akkor most azt is láthatjátok, hogy a mai részben kicsinálom a szerepfeljetömítést rajta, mert egy picit folyik. Szabadok vagyunk. Nem tűnik nagy műveletnek, szerintem összesen 8 csavart kell kiszedni hozzá, szépen el kell majd takarítani, aztán majd olajmentesen visszarakni mindent, ahova kell. Hát akkor most mutatom. Ezzel a két csavarról, ami a szelepfedélhez odafogja a vezérlés burkolatot, utána pedig a szelepfedél leszorító csavarokat fogom kicsavarozni. Persze itt van még egy-két kartergás cső, illetve kettő kartergás cső, aminek PCV-vel együtt ki is jön, nagyon jó. A gyertyapipákat el kell távolítani, hiszen jaj, de szép! Ezek is újak egyébként. Ó, ebből így szépen leszedegetem. Na hát már nagyjából szinte már-már szinte lent is van a szelepfedél. Akkor most van két 10-es fejű csavar, aztán 6 darab 8-es fejű csavar. Megpróbálom levideózni, ahogy ezt leveszem. Nehéz lesz, de mondom, megpróbálom. Annyi, hogy igazából a kocsit még kitakarítottam. Már nem volt benne nagy koszt, tehát tényleg gondos gazdája volt. Csak ugye az állás miatt a szélvédő belülről ilyen cseppes volt meg. Na, tehát a szokásos hülyeség. Hol lehet a 10-es kulcs? Meg is van. Ez nagyon jó, ez a szerszám. Ja, te hülye vagyok. Nem lesz jó. Várjatok. Hú, nincs zene. Biztos eddig a videóba vágtam zenét, de most ezt folytatom. Titkoskodom, na nézzétek. Kicsit lehakítom, hogy azért erről szóljon a videó. Igazából tényleg nem bonyolult a művelet, két csavar az egész, érdemes persze előtte a kábelköteget ide leszedni onnan, sokkal egyszerűbb lesz, csak én már itt ezeket a könnyebbítő dolgokat már nem szoktam megcsinálni, mert igazából nem sokat számítanak. Á, nem jön kézzel, oh, csodás. Na jó, most leteszem a telefont, mert egyszer nem tudok így szerelni. Mindjárt kint van az összes csavar, aztán egy egyszerű mozdulattal remélem le tudom venni. Na, nyilván elég forró a cucc. Ó, hát ez rajta se volt. Juhú, de szép! Jaj, de meleg, jaj. Jó, nyilván padlógázzal kellett a autósboltba elmenni. Látjuk azt, hogy gyakori olajcsere, de nincs jelentősége, mert tényleg nincs jelentősége. Egyszerűen teszi a dolgát, ennél sokkal rosszabbak is vannak. Szíra, hát ez a szíja az még sokat el fog menni. Hát azért szerintem idők, majd nyáron szerintem le fogom azt is cserélni, mert ahogy az legyen, hogy elszakad itt. Aztán ott hagy valahol az útszérén valami nagy kirándulás közepette valakit. Bár nem tudom, hogy nyáron most ugye lesz a jogosítványa öcséméknek, de az a korona azért... Na mindegy. Azért az féktisztítós rongyja letakarítom. Hát ezeket a karikákat nem vettem, nyilván kellene, de most így gyorsan ez volt itt az autósboltban. Igen, ez konkrétan ez a tömítés, ez törik. Úgyhogy ezt most így ezzel a lendülettel be is rakom a kukába. És hol a másik? Az új. Ott az új. És ezt az újat pedig szépen berakom majd mindjárt. Csak előtte itt ugye kitakarítom a helyét, nehogy utána megint folyjon. Na, bent az új csodálatos tömítés, hát nem passzol, hogy mindenhol szépen, de
Hát, meglátjuk, persze ott már le van takarítva, meg minden, ezt lehet, hogy nem láttátok, mert nem videóztam le. És akkor jöhetnek vissza a csavarok szépen. Ajaj. Hú. Így. Így. Meghúzzuk gyári nyomatékon kézzel. Érzésre. Hát ugye az évek meg a rutin azért ott van, szóval én már tudom, hogy mi az, hogy érzésre. Ti nézzetek utána azt, ami a 20... Hát, de hülyességet nem akarok mondani. Valamiért nekem ilyen 20 newton rémlik, de az olyan soknak tűnik, lehet csak ilyen 12, azt se tudja. Na mindegy, ami a lényeg, hogy ez kész. Remélem folyásmentes lesz. Ugye, amit még tudtok csinálni, hogy középről kezditek el lehúzni. Most itt jelen esetben ugye ez elég értelemszerű. Szerintem jó lesz. Na hát most, ha meg nem jó, akkor veszek egy másik tömítést drágábban. Azt hiszem 2000 forintba került ez. Szóval a koszt az már eléggé megnőtt. Ja, mondtátok, valami egy-két ilyen idióta odaírt, hogy hát mekkora hülye vagyok, hogy így számolom, amikor van még átírása a kocsinak, és ez milyen rohadt sok, mert valami 60 000 forint. Most van egy olyan szerencse, hogy van autókereskedési jog egy cégen, a családba, és arra tudom tökéletesen 2300 forintért átiratni. Nyilván a biztosítást attól még fizetni kell, de most ki az a gyökér idióta, aki ezeket így számolja. Még mindig nagyon jól jártam, és még mindig nagyon imádom ezt az autót, mert ennek egyszerűen lelke van, én már rájöttem. Ami még a lényeg, hogy lengéscsillapítók kopognak, nem a lengőkar meg ilyenek. Lehet, hogy majd kukázok valahonnan valamit, de még ez sem biztos, mert kiesni meg szétesni nem fog semmi. Na nézzük ezt a gyári nyomatékot. Ez egy pont jó. Ja, ez ennyit tud így. Tökéletes. Mindenhol kibudjon a tömítés, nagyszerű, tök jó. Nyilván ezt nem látjátok, de nem is lényeges. Ja, hát a gyerekek, ez kész. Jaj, durva vagyok. Végén megsértedik rám a kis autó. Pedig én eddig csak jót tettem vele. Mondjuk szerintem eddig ezzel az autóval mindenki csak jót tett. Mert nem volt soha gyilkolva. Tök dinamikus, tehát tök jó működik, jól megy, meg tényleg tök fasz a minden. Úgyhogy nagyon hálás vagyok még mindig érte mindenkinek, aki közrejátszott benne. Na hát ez ennyi, kész is vagyunk. Körülbelül 4 perc volt. Hát itt ott azért még vélek felfedezni olajfolyás, de az annyira nem lényeges. Az folyhat. Úgyse. Ami nem csöpög a földre, az meg se történt. Hát ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez tényleg csak egy ilyen kis balenó percek lesz. Mert már kicsit elegem van ezekből a 20 perces videókból, amikor én 10-12 perces videóknál többet nem szeretnék csinálni. Szép napot, like, dislike, komment ezerrel, szokásos. Bármi kérdésetek van, ami észre felfogható, szóval ne idióta hülye kérdéseket tegyetek föl, légy szíves, mert automatikusan nem tudom, észrevettétek-e, de aki idióta, azt letiltom a csatornán, és kész. Nekem az tök jó. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, tényleg szép napot ezen a derűs napon. Sziasztok! És igen, ezeket is visszatekertem, mind a kettőt. Na, sziasztok!